Stúdiónk vendége Radnóti Zoltán, főrabbi. Üdvözlöm, rabbi úr! Tiszteltem, szerkesztő úr! Heti szakasz nélkül nincsen zsinagóga, zsinagóga nincsen rabbi nélkül. Így mind a három egybe van. Miről fog szólni a heti szakaszunk? Ez egy nagyon izgalmas heti szakasz. Ábrahámról szól, aki mi fiatal korábban csak Ábrám volt, vagy Ávarám volt. Méghozzá az az érdekes, hogy a múlt héttel összehasonlítjuk egy picit. Tehát múlt héten noé volt szó. E, és itt az a kérdés az egész idő hagyományozásban, hogy, hogy ki az igaz ember, cadik. E, vannak olyan igaz emberek, akik elbújnak a szoba sarkában, ott buzgón imádkoznak, e, nem mérlegelnek, csinak a dolgokat. Ilyen volt Noé is egy picit. Isten mondta neki, csinálj egy bárkát, csinált egy bárkát. Isten azt mondta, Elpusztította az emberiséget, ő nem bölcse hallgatott, csinálta a Isten akarta, akkor így legyen. De pont az érdekesség, hogy itt lesz egy nagy ugrás a zsidó filozófiában, ezen cádikság, ezen igazság, amit Noé képviselt, és Ábrahám között. Méghozzá, ugye az ember tud különbséget tenni jó és rossz között, ugye ez az etika. Kiléptünk a állatvilágból, tehát gondolkodunk, mérlegelünk, és ki kell tegíteni a világra sokkal jobban, és Ábrahám ennek lesz az első eh, olyan figurája a Bibliában, a Tórában, a zsidó hogy aki valóban elkezd gondolkodni, bölcsedni, elkezdi, honnét jöttem, ki vagyok, hová megyek, tehát éppen ezért lesz az a, az a klasszikus kérdésre, hogy ki az első zsidó, a válasz Ábrahám, mert ő volt az, aki, aki már e, dékárt előtt e, 5000-4000 azt mondta, hogy gondolkodom, tehát vagyok, elkezdett gondolkodni, kérdéseket tett fel magának, Istennek, kételkedni kezdett, és e, elhagyta a szülőföldjét. Maga a név, hogy Lech le, azt jelenti, hogy menj el önmagad miatt ez furcsa, héberül két szó, magyarul pedig hat szó, de ugyanazt jelenti, higgyék a kedves hallgatók. Tehát így indul el Ábrám történet, hogy elindul a szülőföldjéről. Most, hogy már tudjuk, hogy mi lesz a heti szakasz, én azt szeretném, a mi adásaink nem egy istentisztelet közvetítése, hanem egy appetizer, egy étvágygerjesztő ahhoz, hogy elmenjen az ember pénteken a zsinagógába. Az ön zsinagógájában mikor kezdődik az istentisztelet? Nálunk 6 órakor kezdődik Isten minden péntek este, szombaton reggel meg 9 órakor, és hétköznap pedig reggel hétkor, Tehát ezt most így jól elmondtam. De gondolom a szerkesztő arra kíváncsi, hogy mi lesz most pénteken, így rávezető rávezetőképpen. Így négy szem közt. Délután szem... fél kettőkor, amikor a hallgatók még nem tudják, hogy melyik zsinagógába mennek, akkor próbálja rávenni őket, hogy magához menjenek. Hát most nehéz lesz hozzánk bejönni, mert valószínűleg nagyon sokan leszünk, hiszen a nagykövet látogatja a zsinógát, tart előadást a izdali helyzetről, utána ott mond a ima elején is egy kicsit utána is mennie kell, azt mondta, de mindenképpen meglátja azt a légkört, ami nálunk van. Miben különbözik ez a légkör a többi zsinagóga légkörétől? Próbálják ki a kedves hallgatók. Vagy be szeretnek, vagy nem. Én nem akarok, mert abban a pillanatban, abban elkezdünk valamit dicsérni, az olyan, mint a másik nem és ez távol legyentem. Hogy ér, Van necsenek. egy egészséges rivalizálás a zsinagógák között? Nem, a cél közös összeköt bennünket. Készültem az adásra, és ilyenkor gyorsan fölnézek az internetre is, és akaratlanul egy új, új szenvedélyemnek esek áldozata, ahol ránézek egy közösségi oldalra, ahol örömmel nyugtázom, hogy közösségük szaporodott, újabb két zsidó gyermek született. Ez önöknél is, elég témet. sűrű? Hát vannak, ugye ez, a, ez nem azért, ilyen potens a hanem a átlag életkort jelenti. Ezt akartam igen, kérdezni, tehát, hogy ez jellemző önöknek. Igen, hogy... igen, hát ugye ez a, a lénvők rabbi, ez dél -Buda. Ez egy elég kicsi egy kis ott város szélén, de mégis mint érdekes módon területileg elég nagy részt lefedett. lemértem egy centiméterrel, hogy a, a budai vártól, ez a legközelebb is is megyünk, tehát Bécs felé menve. Tehát viszonylag ez a környék a 11. 22, sőt, be kell volni, bejönnek a agglomeráció, Buda, Örs, Török, Bálint, Ér, Diós, jönnek be emberek, tehát, és aki megtesz ilyen távolságot egy zsinogáért, ami unterunzgezágt, nem éppen egy sábeszal kompatibilis dolog, de a közösségnek az igénye, az, a közösség közéltének az igénye, az nagyon fontos az emberekben, és bármi is lehet. Ezek tele vannak energiával, mindenféle módon. Gondolom ön is tele van energiával, hisz a közösségi oldalon nagyon termékeny, de ha jók az információim, akkor tanít is valahol. Hol tanít? Hú, hát én tanítok a rabi elég sok érdekes dolgot. Tanítok a zsinógában, ahol vannak kurzusaink, van, nem tudom pontosan, nem akkor menni a többi zsinológát, de a neurózsinológák közül igen kevésben van modern éber oktatás, két szinten ráadásul. Van egy olyan tanfolyam, ami zsidóság alapjai. Ott kb. 20-25 ember jön el hétről hétre, és tematikusan a zsidóságról véghallgat mindent, és ez nem a hirdetés helye, de hol találjuk meg pontosan ezt a zsinagógát? Ez a zsinagóga Dél-Budán van, a Károli Gáspár tér 5, ez ott a budai skálával szembe az a környé, tehát környéke, tehát Móri Zsimont tér környéke, meg a találni egyébként a honlapunk is nagyon egyszerű www.zsinagóga.net, a vége net.